A műsor támogatója az Új Szangjong, a Korándó forgalmazója, a Fabian Autó. All my golden slippers am laid away, 'cause I don't expect to wear 'em till my wedding day. And my long-tailed coat that I love so well, I will wear up in the chariot in the morn. Buli van a DF Tuningnál, és művészet is lesz, de előtte egy kis videóklip. Bármilyen furcsa, de Ferenctől, avagy Dózsa Ferenctől, tehát a DF Tuning alapítójától, Dózsa Ferenctől, ezért DF. Ugye? Jól mondod. Nem áll távol a művészet. Hogyha megnézzük az autóit, alapvetően ez egy alkotási folyamat, nem? Köszönöm szépen a bókot, mondjuk így. Hogyan kezdesz neki egy Mustang tuningolását? Ha bejön valaki, és azt mondja, én szeretnék kérni egy Mustangot, és az, hogy ilyen és ilyen legyen, egyedi legyen, gondolom mindenki ezt kéri tőled, olyankor mi van, bevonod az ügyfelet, vagy... Így van, hát az a baj, ez most már, ez a multi, ugye, mert most nagyon szigorúan veszik a KPN ezeket a tuningolásokat, de anno, amikor ezt elkezdtük, még csak azt mondom, hogy az elején még rajzot se csináltunk, fejbe elterveztem. És azóta se. Azóta se, de azért van. Fejbe elterveztük, volt egy nagyon profi vegszálasom, aki minden szó szerint úgy kifaragott, mint egy szobrot. És amikor valahol nekem nem tetszett, ott belerajzolgattam, egy kicsit átfaragta, és amikor úgy összeállt a kép, ugye, a habszivacsból kifaragott úgy, mint egy kis bábú lenne, akkor utána leüvegszálasztuk, és úgy kapta meg az eredeti formáját. Mostanában sajnos már ezek nincsenek, most már csak azok a tuning alkatrészek, amik hivatalosan EU szabványnak megfelelnek, csak ezeket tesszük, gondolok egy motorháztetőre, egy csárvédőre. Hát nézd, ezt én sem tudom, nyilván voltak eddig nagyon olyan dolgok is, amik nagyon biztonságtalanok voltak, de én azt gondolom, egy szép autó, egy jól megcsinált motorháztető vagy csárvédő, hogyha tényleg profi meg volt csinálva, az tökéletes volt. Sajnos ezek most már nem mennek. Sok választási lehetőség ez van, amikor azt mondod, hogy elemeket válogatok egy autóhoz? Hát igen, most már azért egyre több olyan van, ami az EU szabálynak megfelel, úgyhogy hála Istennek ezzel probléma nincsen, csak most már úgy nem tudom belevinni a saját kreativitásomat, hát, meg az ügyfélét se. Szokták mondani, hogy az alkoholmentes sörtől is be lehet rúgni, csak igen, kell már hozzá van benne. Viszki. Buli van, tehát... Buli van, már van bennem egy pár mit pohár tervkör. Mit nem tudtál vele vinni akkor még egyszer? Hogy mondjam, Balázs, segítsen. Kreativitás. Balázs, mondd már létre, hogy mit nem tudtam vele. Kreativitás. Ennyi. De köszönöm szépen. Én nem hallottam. Mondd már, kicsit hangosan van, Balázs. Túl messze van tőled. Mondjad, hogy kreativitás. Bocs, figyelj, próbálj meg holnap, amikor nem lesz bennem már semmi. Külső mellett hozzányúltok a motorhoz, futóműhöz, kipufogóhoz, arra is vannak szabályok? Igen, arra is vannak szabályok, és azt is szigorúan be kell tartani. Egy rendőri igazoltatásnál ott van már a KPM is. És sajnos ott már ilyenkor, hogyha ilyen nagyobb félrelépések vannak, akkor leveszik a rendszámot azonnal. Nagyobb félrelépések? Hát igen, mondjuk egy nagyon hangos kipufogó. Hát ez is egy megcsalásnak, hogy a gyárhoz képest megcsaljuk az autót, mert egy nagyon hangos kipufogó van rajta, ami már nem felel meg a szabvány, ezért a rendszámot elég sűrűn leveszik, elveszik. Amit ti csináltok, az mindenben megfelel az előírásoknak. Igen, így van 100%-ban. Balázs, ti találkoztatok Ferivel egy Mustang találkozón, ha jól tudom. A többit nem tudom, azt látom, hogy nagyon szép festmények vannak mögötted. Így van, hát gyerekkorom óta festegetek és rajzolgatok, főleg autók tetszettek nekem mindig. Van Hot Rod, Mustang, főleg amerikai vonal. Igen, főleg amerikai autókat szeretem, ezen belül is inkább a Mustangot, de a versenytéma ugyanúgy nagyon közel áll hozzám, nagyon szeretem az autósportot, és akkor ebből is próbálok kanalazni, hogy olyan képeket csináljak, ami másnak is tetszik. Akarok kikerülni. Te legyőzted azt, amit sokan nem tudnak legyőzni, ugye? Egy betegséget, igen, szarkoma, valamilyen szarkomának egy típusát, ami csontvelőben van benne,
tehát a csontba, így elég komoly műtét állt előttem. Magyarországon nem tudták elvállalni, ezért ki kellett mennem Németországba, és ott műtöttek meg. Ő az az ember, aki szó nélkül mondta, hogy igen, ő neki volt az a betegsége, nem szégyeli, és fölállt lábra állt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok magyar embernek egy példa lehetne, ugye mert ettől sokkal kisebb dolgokért már az ember elhagyja magát, ővele ellentétben, aki összeszedte magát, és itt vannak ezek a gyönyörű festmények, csinálja. Kövess, iratkozz fel, szedd alá!